Néptánc, népmese, kézművesek és persze családok népesítették be szombaton a kaszinó udvarát és szinte minden helyiségét. Folkudvar néven hirdetett programot a Cegléd Tánc Együttes és a Kossuth Művelődési Központ. Két felnőtt táncoktatást szerveztünk egymás mellé párhuzamosan, a kezdőknek egy kalotaszegi magyar oktatást és a haladóknak egy kalotaszegi román oktatást. Ezzel egyidejűleg szerveztünk egy gyerekprogramot, kifejezetten azért, hogyha valaki nagyon szeretne táncolni, de azért nem esik rá ideje vagy lehetősége, mert a gyermekét nem tudja hova tenni, akkor úgymond mi megőrizzük neki erre az időre a gyerekeket. A gyerekprogramnak a legnagyobb része az gyerekjáték volt, 1-3-ig, kifejezetten azért, mert a táncpróbákon is kevés idő jut a gyerekjátékokra, és amit én látok, hogy visszatanítsuk a gyerekeknek a régi népi játékokat és az énekes játékokat. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt készültek játékkal, és láthatóan nagyon jól is érezték magukat a gyerekek. Mesét is hallhattak, és táncház is várta tehát őket. Kézműves foglalkozás után pedig elkezdődött a moldvai táncház. A táncegyüttes és a művelődési központ együttműködésével jöhetett létre a program. Nagyon jól működött ez a dolog. A táncház maga az a művelési központnak a szervezése, a folkudvar a mi ötletünk és a mi szervezésünk, ők pedig partnerek voltak ebben, nem áll messze tőlük ez az irányvonal, ezt nagyon szerencsés vagyunk ebben. Agyagozás, csipkeverés és még számos szép mesterség várta a családokat, és persze sok-sok tánc. Bolgyar Éfi Ildikó elmondta, sajnos a járvány miatt a táncegyüttes sem olyan, mint régen volt, de mindent megtesznek azért, hogy életben tartsák a táncegyüttest, és persze a táncházakat is. Ezért is volt különösen fontos ez a rendezvény is.